A 320 méter hosszú, csaknem 2,5 méter széles futópályát két hónap alatt készítette el a HMEI ZRT. Ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy modern körülmények között végezzék el a szükséges fizikai teszteket az orvosok. Korábban egy közeli általános iskola pályáját használták erre a célra, de az mára jelentősen leromlott. Az avató ünnepségen Orosz Zoltán altábornagy vezérkarfőnök helyettes azt mondta, a beruházás kis dolognak tűnik, de nagyon is fontos. Nem kérdés, hogy a honvédség egy olyan képességet testesít meg, és egy olyan szolgálatot lát el, amelynek a tagjaitól elvárás, hogy mentálisan, pszichésen és fizikailag megfelelő szinten tudjanak teljesíteni. Vagyis e tekintetben mindenképpen a társadalmi átlag fölött vannak a honvédségben szolgáló személyek. Hiszen az a intenzív mentális és fizikai igénybevétel, amely a katonákat a szolgálatteljesítés közben, hivatásuk teljesítése közben éri, csak úgy teljesíthető, csak úgy tudnak megfelelni a követelményeknek, hogyha fizikálisan is teljesíteni tudnak, megfelelő kondícióban vannak. A Kecskeméti Repülőorvosi Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetben évente körülbelül 12 ezer alkalmassági vizsgálatot végeznek. 2013-ban jelentősen bővült az intézmény feladatköre. A repülőorvosi tevékenység mellett már az itteni orvosok végzik a Magyar Honvédség teljes katonaállományának alkalmassági és szűrővizsgálatait is. A katonák mostantól ezen az új rekordtáncsíkon bizonyíthatnak, ami lényegesen jobb körülményeket jelent a korábbiakhoz képest, erősítette meg Lengyel Attila, az intézet vezetője. Azt gondolom, hogy a hozzánk alkalmasságvizsgálaton, szűrővizsgálaton megjelent állomány is joggal várja el azt, hogy olyan minőségű futópályán hajtsák végre ezt a nem feltétlenül kellemes tevékenységet, ami illik már a kornak az elvárásaihoz. Alapvetően az alkalmasságvizsgálatok, szűrővizsgálatok három részből állnak. Az egészségi és pszichikai alkalmasság mellett valóban a legnagyobb kihívást a fizikai alkalmasságvizsgálatok végrehajtása jelenti. Nem csak a végrehajtó állománynak, hanem azoknak is, akik ennek a szervezésében, itteni felügyeletében részt vesznek a szakma oldaláról. Az új futópályán természetesen csak az itteni vizsgálatok, tesztek egy elenyésző része zajlik. A Kecskeméti Repülőorvosi Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet tevékenységéről ezen a héten egy bővebb összefoglalót is láthatnak a honvédelem.hu oldalon.